Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Biztonság kedvéért című bűnmegelőzési műsorunk itt a Hatos csatornán. Mai vendégem Orosz Zoltán őrnagyúr, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivője. Jó napot kívánok, szervusz! Szervusz Attila, üdvözlöm én is a tévénézőket természetesen. Én nagyon örülök ismét, hogy itt a stúdióban lehetek, hiszen nekünk is fontos a Büntetés Végrehajtási Szervezetnek is, amit már korábban is elmondtam, hogy megismerjenek minket az állampolgárok, a nézők. Igen, remélem a kedves nézők a korábbi múltkori adást figyelték, ugye akkor már általánosságból beszéltünk ugye erről a témáról, és megmondom őszintén én is, amikor így gondolkozok erről, akkor az jut eszembe, hogy ugye azért azok az állampolgárok, akik mondjuk így, hogy jogkövetőek, vagy önhibájukon kívül, vagy akaratlanul is nem kerülnek olyan szituációba, hogy személyesen találkozzanak mondjuk veletek, hogy valahogy tényleg valamiféle kapocsra, valami szükség van, hogy ők is megismerjék ezt a hogyan működik valójában ez a tevékenység. Ez valóban így van. Tehát a büntetésvégrehajtási szervezet, meg maga a börtönök, mindig azt mondjuk, hogy egy zárt világa van ugye a börtönöknek. És tényleg még mai napig nagyon sokat halljuk ezt. Egy jó másfél évvel ezelőtt elkezdtünk egy olyan tevékenységet, aminek az volt a célja, hogy igenis megismertessük valóban ezt a büntetésvégrehajtást. Nem akarunk minden részletébe és minden szegletébe bele menni és beleásni magunkat. Természetesen vannak biztonsági előírások, biztonsági szabályok, ami miatt nem is tudnánk a teljes egészét megmutatni. Azonban arra gondoltunk, hogy mutassuk meg. Mutassuk meg ne csak a fogvatartottak életét, hogy mit csinálnak oda bent, és mit tehetnek, hogy tesszük jobbá nekik a mindennapjaikat, hanem mutassuk meg magát az egész szervezetet. Milyen szakterületek vannak, mivel foglalkozunk pontosan a nap 24 órájában, illetve mutassuk meg a kollégáimat, mutassuk meg a munkatársainkat, hogy ők mivel tevékenykednek, és hogy nekik is milyen nehéz odabent a fogvatartottakkal kvázi együtt összezárva a nap 24 órájában, minden percben velük foglalkozni. Nagyon, nem tudom azt mondani, hogy veszélytelen az ő munkájuk, a mi munkánk, hiszen olyan elítéltekkel kell foglalkozni, akik valami miatt, valami bűncselekmény elkövetése miatt bírósági végzésben szabadságvesztés büntetésüket töltik odabent. Sokak közülük erőszakos bűncselekmény miatt vannak, ezért is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a munkatársaim képzésére. Ez gyakorlati képzés, mind elméleti képzés. Oktatásokat tartunk, de már az alapképzés során felmerülnek azok a dolgok, azok a problémák, hogyha vannak ilyenek, hogy tudjuk megoldani. Hogy tudunk megoldani esetleg egy támadást, ami egyre ritkább szerencsére. Hogy tudjuk megoldani, hogy csak nem fizikális erőszak vagy fizikális bántalom éri a kollégámat, hanem verbális. Hogy tudunk, hiszen pszichikát, pszichológiát is tanulunk, de mellette nagyon fontos a testi felkészülés, a testi edzettség is a kollégáim részére. Akkor másfél évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy ez nagyon fontos, és nagyon fontosnak tartjuk. Elkezdtünk egy jó hosszú utat és kemény utat ásni, és megkezdtük ezt az utat. Milyen sikerek történtek eddig, bár ugye a társadalommal kapcsolatban? Így van. Hát azt gondolom, hogy most már nem csak a negatívumokat hallják a büntetés végrehajtásról, hanem nagyon sok pozitív dologgal tudtunk kijönni, és nagyon sok pozitív dolgot tudtunk megmutatni. Bocsáss meg, igen, tehát ez egy nehézség, akartam is mondani, hogy ugye általában a hírműsorokban legtöbbször ugye mindig, de ezzel más társ, fegyveres vagy rendvédelmi szervek is találkoznak, hogy mindig általában a negatívum, vagy ami mondhatni így, hogy hírértékű, mert sokszor sajnos tényleg az a hírérték, ami mondjuk egy ilyen nem annyira lelkes téma, mondjuk így, tehát ugye ezt valahogy nyilván úgy kompenzálni is kell, meg, hogy ne csak azok alapján tudjanak ítélni az állampolgárok. Ez megítélni titeket adott esetben. Ez valóban így van, és nem csak nálunk, hanem valamennyi rendvédelmi szervnél tényleg, hogyha negatívum történik, ha valami rendkívül esemény, arra mindenki felkapja a fejét. De azt gondolom, hogy a társszerveknél is a kollégák azt gondolják, hogy ők is azt gondolják, hogy mutassuk meg azt a pozitívumot, ami például a rendőrségnél, katasztrófavédelemnél, vagy éppen nálunk a büntetés végrehajtásnál vannak, igenis vannak szépségek. Másfél év alatt nagyon sokat meg tudtunk mutatni, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Most már, hogyha én úgymond az utca emberével, az állampolgárokkal is beszélgetünk, hiszen nagyon sok helyen megfordulunk, és már nem csak mi keressük őket, hanem jönnek. Köszönő leveleket kapunk, illetve olyan elismerő e-maileket, leveleket, akár telefonos beszélgetés formájában is elismeréseket, hogy igenis, most már kapizsgálják, hogy mi is ez a büntetés végrehajtás. Eddig mindig azt gondolták, hogy van a rács, van a fogoly, mert sokan azt mondják, hogy fogoly rab, illetve van a smasszer, a börtönőr. Hát nem egészen ilyen egyszerű. És ezért elkezdtük ezt a hosszú, rögös uton járni. Most vagyunk egy olyan stádiumban, amikor
a jelenlegi honlapunkat megújítjuk egy mai kor elvárásainak, egy európai szintű elvárásnak. Azt gondolom, hogy nagyon szuper címét elmondhatjuk szerintem. Honlapot készítünk. Még most folyamatban van. A következő alkalommal, hogyha már érkezünk, akkor én nagyon bízok benne, hogy meg is tudjuk mutatni, és akkor el is tudjuk mondani. Azt gondolom, hogy nem csak a jogszabályokra akarunk hivatkozni, és nem csak jogszabályi hivatkozásokat akarunk majd itt a honlapon megmutatni, hanem közérthető nyelven mindenki számára közérthetővé fogjuk tenni azt, hogyha véletlen valakinek be kell vonulni, akkor mi a teendője, mit kell csinálni, illetve ha már bent van, akkor miket tudnak, és mit lehet tudni rólunk. Igen, itt több célcsoport van, úgymond, ugye, mert van a állampolgár, aki remélhetőleg nem kerül kapcsolatba veletek, van az, aki valamilyen módon muszáj, hogy bevonuljon, akkor esetleg előfordulhat nyilván, meg hát örültök neki, ha valaki mondjuk munkatársatok akar lenni, tehát hogy dolgozni szeretne, tehát mindenkit más információval kell megtalálni. Ez így van, toborzásnak is nagyon fontos szerepe van nálunk, hiszen úgy, ahogy a társadalom bármely szegletében nálunk is jellemző a fluktuáció, és folyamatosan keressük a kollégáinkat. Egyébként nagyon szép számmal jelentkeznek hozzánk, de ezt a tevékenységünket is fel fogjuk fokozni a közeljövőben. Honlapról igazából ennyit, és azt üzenném mindenkinek, hogy úgy olvassa majd ezt a honlapot, illetve a tudnivalókat, hogy ne kelljen bejönni hozzánk. Tehát az azt jelenti akkor, hogy nem követett el semmi olyan cselekményt, ami miatt be kell majd vonulnia. Hát talán senkinek nem is célja az, hogy ugye szándékosan oda bekerüljön. A mai témánk egyébként a reintegrációs őrizet. Hát mit akar ez a kifejezés a gyakorlatban? Én örülök annak, hogy ezt a témát ebben a stúdióban is el tudom mondani, és talán egy kicsit világosabbá tudom tenni a mindenki számára. Sokan összekeverik a reintegrációs őrizetet a házi őrizettel. Teljesen más a kettő. A reintegrációs őrizet az a büntetés végrehajtás tartama alatt, amikor már a büntetését tölti valaki. Ez egy újfajta jogintézmény, mindjárt szólok róla, hogy mikor is alakult és mióta van ez nálunk. A házi őrizet az pedig a nyomozati szakaszban, amikor a bíróság úgy dönt, hogy házi őrizetbe helyezi éppen a előzetes letartóztatásban lévő személyt, és nem a büntetés végrehajtási intézetbe rakja. Bocsánat, csak aki tényleg így a jogi dolga, tehát amikor van az ítélet végsősorban, a bírói ítélet, ami eldönti azt, hogy most be kell vonulnia vagy nem, előtte mondjuk a nyomozati szakasz, amit mondtál, tehát a házi őrizet akkor van, amikor még folyik a vizsgálódás vagy a nyomozás, akkor mondjuk házi őrizetet, a reintegrációs pedig már, amikor az már egyfajta része, akkor jól értem, lehet része a végrehajtásnak, vagy a letöltésnek? Igen. Vagy ez valóban, ez már a letöltés utolsó szakaszára lesz jellemző. Igen, ez valóban így van, tehát a nyomozati szakaszban lehet a házi őrizet, illetve a reintegrációs őrizet, ez pedig már a büntetés végrehajtás tartama alatt. Tehát, hogyha a bírósági végzés alapján valaki szabadságvesztésre ítélnek, akkor bevonul valamelyik büntetés végrehajtási intézetben. Megvannak a feltételei, természetesen azt is mindjárt kitárgyaljuk. Azonban mindenek előtt ez a reintegrációs őrizet a nevében is benne van, hiszen a büntetésvégrehajtási szervezetnek legfontosabb célja a reintegráció. Előző adásunkban szóltunk erről, hogy miért is fontos. Már a bevonuláskor hatalmas hangsúlyt fektetünk, és a bevonulástól egészen a szabadulásáig folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél hatékonyabban, minél gyorsabban visszatudjanak illeszkedni a társadalomba. Nem csak simán a társadalomba, de a munkaerőpiacra is. Ezért is képezzük őket, szakmaképzéseket, akár oktatásban is részesítjük őket, általános, közép, akár felsőfokú oktatásban is részesülhetnek, illetve szakmát tanulnak odabent, amivel megalapozzák azt, hogy amikor szabadulnak, szabadulásukat követően tényleg sokkal gyorsabban ki tudnak menni, és azonnal tudnak munkát találni, hiszen gyakorlatot is szereznek, mind elméletben, mind gyakorlatban bent a börtönben. Reintegrációs őrizet. Ez 2015. április 1-e óta működő jogintézmény. Ennyire új nálunk. Ez? Igen, ez nagyon új, azt szoktuk mondani, hogy nagyon új, és a számok is fogják tükrözni, hogy tényleg egy új dologról van szó, de nagyon népszerű lett a fogvatartottak körében. Természetesen, amikor bevezetésre került, akkor csodálkozott mindenki, hogy mi is ez, és azért még az elején féltek tőle. Nagyon sok fogvatartottnak, majdnem szinte minden fogvatartottnak van ügyvédje, jogi képviselője, akik azonnal tájékoztatták, és ez nem szabad azt gondolni, hogy mi a BV munkatársai nem tájékoztatjuk a fogvatartottakat, hiszen nekünk is az a célunk, hogy minél többen tudjanak ezzel a dologgal élni, úgyhogy már amikor eljön az az idő, hogy ők ezt igénybe vehetik, természetesen munkatársaim teljes körűen tájékoztatják valamennyi fogvatartottat erről a jogintézmény lehetőségéről.
2015. április 1-e óta működik, és az a lényege az egésznek, hogy aki bent tölti a szabadságvesztés börtönbüntetését, ő a büntetésének az utolsó részét akár otthonában is töltheti, nem a börtön falain belül, akár az utolsó egy évet is otthonában szerettei közt, családtagjai közt töltheti. Ezzel is hozzásegítjük azt, hogy amikor neki letelik a büntetése, akkor már csak azért kelljen bejönni, hogy aláírja a papírokat, hogy ő szabadult, és már igazából egy évet már a családjával töltött, sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban visszailleszkedett, mert akkor azt tudjuk mondani, hogy vissza is illeszkedett a társadalomba, hiszen a család ismét befogadta, a család segíti, el tudott menni dolgozni, el tudott menni akár orvoshoz, akár tanulni, munkát keresett, és akkor, és ahogy szabadult, ő ugyanúgy ezt az életét tudja folytatni. Egyfajta mégiscsak házi őrizetről beszélünk, de mégiscsak reintegrációs őrizet. Beszéltünk a múltkori adásban is, hogy ugye főleg nektek szóvivőknek, de általában is, akik ugye így a rendvédelmi fegyveres szakmában, hogy van egyfajta, van a szakmai nyelv, és ugye van egy, most nem is azt mondom, hogy újságírói, de akár a társadalom is, hogy azt mondjuk, hogy börtön. De ugye megtárgyaltuk múltkor is, hogy létezik fogház, börtön, fegyház, mi mindenre itt börtönt mondunk, vagy legalábbis én. Ezzel együtt, tehát ugye neked gondolom, azért is javítod mindig, mert hát most nem mindegy, hogy szakmabeli figyeli, vagy nézi, de nyilván nem lehet teljesen szakmai, vagy minden. Tehát értsük is, tehát az a lényeg, hogy így van, valahogy így a kettő között kell. Azért is mondtam, én, és amikor az előző műsorban is mondtam, hogy én nagyon örültem annak, amikor felkértek, hogy legyek a büntetés végrehajtás szóvivője, hiszen bármely szóvivő kollégám szerintem azért szereti ezt a azért is szereti ezt a szakmát, mert közérthetően is el tudjuk mondani. Ha valaki szakmai szemmel figyeli, igen, lehet, hogy azt fogja mondani. A kollégák frocliznak néha, hogy hát most ezt mondtad, és ez nem így van, tudod? Az elején volt ilyen, de most már tudják, hogy nem azért mondom, mert nem értek hozzá, nem értünk hozzá, hanem azért, hogy mindenki, valóban mindenki megértse. Aki szakmai szemmel nézi, az biztos, hogy meg fogja érteni, aki pedig nem, ő is, igen, mert könnyebben magyarázzuk el. Tehát ez a reintegrációs őrizet végülis majdnem, hogy egy házi őrizet. Honnan jött az ötlet, ennek az ötlete? Igen, nagyon sok támadást kaptunk azért, mert zsúfoltak a börtönök, ugye arról van szó. 2010-ben megindult a büntetés végrehajtás szervezetén az egész országban egyfajta férőhelybővítési program. Új szárnyakat nyitottunk, újakat újítottunk fel, már régi használaton kívüli objektumokat nyitottunk azért, hogy csökkentsük ezt a zsúfoltságot. Ha megnézzük, és hogyha a jogszabálynak megfelelnek a fogvatartottak, mindjárt rátérünk ezekre az általános követelményekre, hogy kiveheti ezt igénybe. Ha kiszámoljuk, és mindjárt mondom a számokat is, egyfajta zsúfoltság csökkentő szerepe is van ennek a reintegrációs őrizetnek. 2015. április 1-e óta több mint 3000-en adták be a kérelmüket, több mint 3000 fogva tartott. Ha azt beszéljük, azt mondjuk azt, hogy 3 év telt el, ugye? Körülbelül 3 év telt el a bevezetése óta. Több mint 3000 fogva tartott élt ezzel a lehetőségben. Azt megkérdeztem, nem tudom, ez mennyire titkos szám, vagy nem titkos szám, hogy mondjuk a mai pillanatban hány ember fány fogva tartott van? Igen, vagy az elmúlt tudod. Időszakban nem haladta meg a 18 000-et a fogvatartottak létszáma, akik egy időben a 29 hazai börtönünkben most jelen pillanatban vannak, 17 600 körülbelül 17 500 a mostani létszám. Ennyinek volt lehetősége, vagy nekik voltak meg ezek a feltételek? Ők több mint 3000-en adták be a kérelmet, és a mindjárt a menetére is rátérünk, és elmondom. És a bírók, a büntetésvégrehajtási bírók ebből a 3060 kérelemből több mint 1600-at engedélyeztek. Tehát a három év alatt már több mint 1600-an élhettek ezzel a lehetőséggel. Mai napon jelenleg 370-en vannak kint reintegrációs őrizetben. Ha azt nézzük, hogy ez az 1600, amit a bírók engedélyeztek, a bíróság engedélyezett, az már majdnem, hogy három megyei háznak felel meg, tehát megyei, hogyha egyszerre lenne kint ennyi ember, akkor már ennyivel, a zsúfoltság ennyivel csökkent. De most ahogy mondtam is, 371 fő van kint a mai napon reintegrációs őrizetben. Nagyon nagy szerepe van, és már itt is igazából, tehát ezek a gyakorlati tapasztalat is azt mutatja, hogy a jogalkotói célkitűzéseknek megfeleltünk, hiszen csökkentettük a férőhelyeket.
akár ezzel a 370 fővel. Akkor ez egyfajta ilyen win-win, ilyen nyerő-nyerő szituáció mindenkinek. Ez mindenkinek nyerő, tehát ez a büntetés végrehajtási szervezetnek teljes mértékben, de a fogvatartottaknak a legjobban. Hiszen, ahogy mondtam is, itt már akkor már megkezdődik itt a reintegrálódásuk vissza a társadalomba, a munkaerőpiacra. Na és akkor hogyan van, hova kiengeditek a gyilkosokat, vagy hogyan van, akkor kinek lehet ezt? Vagy? Igen. Itt ez a nagy kérdés, ezt meg is szoktuk kapni, hogy akkor mindenkit kiengedünk, és nem. Persze megvannak az alapfeltételek. Legfontosabb, hogy ki mehet, akkor kezdjük el. Aki gondatlan bűncselekményt követett el, ők bárki. Például ez mi lehet, hogy ilyen? Hát aki nem szándékosan követi a cselekményét, gondatlanságból. Kilép el, valaki autó éppen előtt valakit úgy, hogy... Például egy közúti baleset. Amiben ő felelős nyilvánvalóan, tegyük fel azt, hogy halált okozó közúti baleset okozása, hiszen az gondatlanul nem azért okozza, mert valakinek sérülés félelmet akar. Nem éjszaka betört valahova valakihez, hogy... Így van, tehát például egy ilyen dolgok. Ők bárki kérheti, azonban meg kell még a többi követelménynek. Hogyha valaki szándékos bűncselekményt követel, itt már azért meg kell válogatni, hogy ki is. Aki személy elleni irányuló erőszakos cselekményt követette, rablás, testisértés, emberülés, természetesen már alapban kizárók. De önnek nincs is értelme beadni akkor, tehát az... Beadhatja, de a bíróság, a büntetés végrehajtási bíró azonnal elutasítja, tárgyalás nélkül, meghallgatás nélkül elutasítja a kérelmét. Nem is szokták beadni, hiszen jogi képviselők elmondják nekik, hogy nincs is értelme ezzel tölteni. Aki nem helyezhető reintegrációs őrizetbe, például akit nem első alkalommal ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre, és visszaeső. Tehát aki visszaesőnek minősül, ő egyáltalán megint csak nincs értelme beadni ezt a kérelmet, de hogyha nem visszaeső, akkor nincs lényege, hogy hanyadszor, hanyadik alkalommal ítélték el. Tehát, hogyha nem azonos bűncselekmény követett el valaki, akkor nem számít visszaeső. Ez megint a jogi kategória, ki a visszaeső. Nem számít visszaesőnek, ő akkor kérelmezheti. És ami legfontosabb, hogy az ítéletben kiszabott, tehát a bírói végzésben kiszabott szabadságvesztés nem lehet hosszabb, mint 5 év. Tehát akkor összeszedjük, 5 évnél nem hosszabb, aki gondatlan, az igen, kérheti, aki szándékos bűncselekmény követel, ő is, aki 5 éven belül van, azonban nem lehet erőszakos jellegű cselekmény, és nem lehet visszaeső az illető. Ezek a feltételek. Hogyha megfelel valaki ennek a feltételnek, ő beadhatja a kérelmét az büntetésvégrehajtási intézet irányába, illetve a bíróság felé kérelmezheti. Vannak még természetesen olyan dolgok, aki gondatlan bűncselekményt követett el, ő a büntetésének az utolsó egy évét, tehát 12 hónapot tölthet reintegrációs őrizetben. Aki szándékos bűncselekményt és megfelel a feltételeknek, az 10 hónapot, tehát ő maximum 10 hónapot. Az azt jelenti, hogy ha január 1-én szabadul valaki, akkor előző január 1-től, aki gondatlan követett el, akkor ő már mehet haza, vagy illetve a kijelölt zónába, a reintegrációs zónába. Aki pedig szándékosat, akkor ő majd a február végén, március elején léphet ebbe. Természetesen a büntetésvégrehajtási szervezet megvizsgálja a feltételeket. Amennyiben ezek adottak, akkor továbbítjuk a bíróság felé irányába ezt a kérelmet, és már a BV-nek a véleményét is. A pártfogó felügyelők környezettanulmányt készítenek, hiszen a fogvatartott vagy jogi képviselője már megnevezi azt a lakhelyet, lakást, ahol ő el szeretné tölteni ezt a őrizetet. Pártfogó felügyelők környezettanulmányt készítenek, amennyiben minden megfelelő, és a bíróság azt mondja, hogy igenis reintegrációs őrizetbe helyezhető, akkor egy meghallgatásos tárgyalás keretén belül ezt állapítja meg, és akkor napokon belül nem sokára valóban mehet a szeretteihez, a családjához. Na és akkor tegyük föl, valakinek sikerül, ugye a bíróság dönt, ha jól értem, tehát akkor nem a büntetés végrehajtási intézet dönti ezt el, hogy ki mehet meg, ki nem, hanem a bíróság természetesen. Tegyük föl, valakinek sikerül, 10 vagy 12 hónappal előtte hazamegy, akkor hogy holnap utána meg szembe jön velem az utcán, vagy ez hogyan történik, ez a idézőjelben házi őrizet, ugye, mert hát hivatalosan ugye itt. Igen. Bent van egész nap a lakásban, mondjuk? Nem, valóban a büntetés végrehajtási, tehát mi a kollégáim véleményt készítünk. Hogy igen, javasoljuk, vagy nem javasoljuk. Lehet nyilván a magaviselete is, az is természetesen számít. Magaviselet, a bent eltöltött, akár munkavégzése során, akár a fogvatartott társakkal, mennyire volt aktív, akár a közösségi életben, de tényleg így a magaviselet, azt szoktuk mondani, hogy milyen magaviselete van. Mi javasolunk, és a véleményünket küldjük a bíróság részére, és minden esetben a bíró dönt. Tehát minden esetben a büntetés végrehajtási bíró. Ilyenkor a bíróság egy
reintegrációs zónát jelöl ki. Ez a zóna, ez tartozik a megállapított vagy meghatározott családi ház, legyen lakás. Beszéljünk egy családi házról, ahol szerettei várják, ezt igazolnia kell, hogy vagy tulajdonos, vagy bérlője, vagy bármilyen jóhiszemű tulajdonos, jóhiszemű használója ennek a háznak. És hogyha ez is megfelelt, akkor az ki van, oda ki van helyezve. Ez a zóna nem csak a ház, tehát nem az egy évet nem ott bent tölti. Olyanokra is kiterjedhet a zóna, mint például tehát bevásárlás, elmehet bevásárolni. Nem az ország másik végébe, de a lakhelyhez közelebb eső bevásárlóközpontba, vagy éppen üzletbe. Amit a pártfogó felügyelő a környezettanulmányt elkészít, ez nem csak a házra terjed. De ez, hogy el akar menni kiflit venni, és akkor... Igen. Megy magától, vagy engedélyt kell még arra is kérni egyébként? Nem, itt rögtön az elején megvan az engedély, és azért mondom, hogy van a bevásárlás, de ilyen a, például, hogyha gyógyszeres kezelésekre jár, vagy hogyha egészségügyi intézménybe kell neki járnia, orvoshoz kell járnia, ilyen a tanulmányok folytatása, vagy éppen a munkavégzés. Ha a munkavégzése is egy kicsit távolabb esik, ez a reintegrációs zóna, akkor úgy van megállapítva. A családi ház, a bevásárlás, kórház, vagy egészségügyi intézmény, a munkavégzés helye, vagy akár az iskola, ahova ő jár oktatásra. Ez kirajzolódik ugye térképen egy kis zóna, egy kisebb térkép, és bocsánat, azt lehet, hogy elfelejtettem mondani, hogy nyomkövető eszközzel van ellátva. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan tudjátok ellenőrizni, Igen, tehát elektronikus nyomkövető eszközzel van ellátva, ugyanúgy, mint a házi őrizetnél a lábperec. Ez nem az, amit levágott a múltkor valaki, vagy leszette, vagy le lehet ezt szedni egyébként, vagy hogy van ez? Igen, le lehet, tehát le lehet akkor szedni. Érzékelitek úgy is, hogy ott valami történt. Természetesen bármi jogsérelem éri ezt az eszközt, vagy hogyha a zónán kívül megy a fogvatartott, akkor ez rögtön jelez ez a készülék, de hogyha véletlen levágja, vagy véletlen bármi olyat csinál vele, hogy ne működjön, akkor rögtön jelez. És természetesen a nap 24 órájában figyelemmel kísérjük. Bármi olyat észlelünk, hogy a zónasértés történik, vagy nem működik az eszköz, akkor személyes ellenőrzéssel is végrehajtjuk ezt a, ezt a tevékenységünket. Úgyhogy, de nem jellemző. Mi a tapasztalat? Élnek, akkor nem inkább visszaélnek, hanem inkább élnek azért ezzel? Ez így van, hiszen aki szeretne, valóban szeretné folytatni az életét, vagy egy újat kezdeni, és vissza a társadalomba és munkát szeretne találni minél hamarabb, nagyon sok, tehát ők élnek ezzel a lehetőséggel, és a tapasztalatunk is, a gyakorlati tapasztalat is azt mutatja, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, mint hogy inkább visszaéljenek. Ugye a lábperecről beszéltem, tehát ezzel közlekedik, és hogyha véletlenül zónát sérti, akkor azonnal megyünk és ellenőrizzük. Van, és ilyenkor van olyan, hogy figyelmeztetés, vagy ilyenkor egyből megy vissza, vagy igen, ez hogy működik igen, ilyenkor? Igen, ezt is elfelejtettem az előbb, bocsánat, említeni, hogy a sok feltétel mellett még egy olyan van, hogy ez önkéntes. Tehát ez, neki önként kell vállalnia, és önként kérelmezi, és vállalja a reintegrációs őrizetnek a szabályait, hiszen szabályokhoz vannak kötve. Amennyiben szabálysértés történik, akkor természetesen ezt jelezzük a bírósággal, illetékes bíróság részére, ilyenkor azonnal, tehát nincs figyelmeztetés, hogy ennyi legközelebb nem szabad, hanem ilyenkor azonnal. Volt már ilyen egyébként? Előfordult, de ez nagyon, tehát nagyon ritka ez az eset, és sok esetben, vagy több esetben kiderült, hogy jó szentából akarta. Mondjuk nem ezt. Tudom, mennyire szigorú ez a zóna, de mondjuk 10 méterrel kimegy, nem ugyanaz, mintha elmegy a szomszédvárosba. Azonnal jelez, így van, erről majd a későbbiekben még szólni fogok, de nagyon ritka az ilyen. Akkor természetesen azonnal szólunk és jelezzük ezt a illetékes bíróság részére, és tehát nincs figyelmeztetés, nincs második esély. Valami pozitív-negatív tapasztalat történt-e? Igen, tehát én negatív tapasztalatról nem tudok beszámolni. Én amikor ide kerültem a büntetésvégzési szervezethez, akkor rögtön az első fellépésem az egy nagyon tényleg pozitív tapasztalatom reintegrációs őrizettel kapcsolatban. Természetesen akkor tanulgattam, hogy mi is ez és hogy is ez. Már akkor azt gondoltam, hogy én, amit a BV-ről tudtam, és még mai napon is azt mondom, hogy amit tudok, szerintem az egyik legjobb dolog, amit az elmúlt időszakban bevezettünk, és bízok benne, hogy tovább tudjuk majd ezt növelni, ennek a lehetőségét. Tavaly januárban történt, amikor egy Kaposváron, ezt most mondhatom, egy kaposvári börtönünkben lévő fogvatartott kimehetett reintegrációs őrizetbe. Ki volt jelölve neki a zónája? Kutyát sétáltatta a ház előtt, és a ház előtt egy tó van, ami be volt fagyva tavaly, nagyon hideg volt,
kiment sétáltatni a kutyát, amikor azt látta, hogy beszakadt a tónak a jege egy korcsolyázó ember alatt. Nem foglalkozott azzal, hogy a lábán van a perec, neki az fordult meg rögtön, ez meg sem fordult a fejében, neki az fordult meg rögtön, hogy ember életet kell menteni, valakinek az élete veszélyben van. És tanult módszerekkel, amit látott a tévében, bekúszott a jégen ehhez a bajba jutott emberen. Szerencsére az lett a végkifejlet, hogy megmentette az életét, tehát én akkor azt mondtam az akkori sajtótájékoztatón, ott a tóparton, hogy örüljünk annak, és örüljön mindenki annak, hogy a reintegrációs őrizet bevezetésre került, ha már csak ezért, hogy egy ember élete megmenekült, mert egy reintegrációs őrizetben levő fogva tartottunk, mentette meg az életét. Hatalmas sztori volt. Én tényleg azt mondom, hogy ez akkora pozitívum volt, hogy... És akkor azért nem számított be neki ilyen, hogy mondjam, szabályos szegésnek? Nem vágtuk le, és nem mehetett haza azonnal, tehát nem... Ja, szabály... Ja, tehát úgy értem, hogy ugye, ja, igen, mert ugye ki került akkor ebből a zónából valószínűleg, de igen. Nyilván itt azért mérlegelve, hogy mi történt, meg így hogyan, van. Tehát azért... Annyi, hogy a házban lévő házastársa azonnal értesítette a kollégáimat, de rögtön mi, ahogy ezt észleltük, rögtön mentünk személyes ellenőrzéssel, illetve a társszervek, a rendőrség is úton volt, mert hogy ellenőrizze, hogy hova mehetett, de utána kaptuk a pozitív visszajelzést, hogy szerencsére megvan, és szerencsére egy embert is megmentett a tóból. Na, hát akkor végül is... Remélhetőleg akkor ez várható-e, és már nagyon röviden tényleg itt a végén vagyunk, hogy várható-e az, hogy esetleg bővülnek ezek a, hogy mondjam, hogy enyhülnek esetleg a szabályok? Igen, a 2015. április 1-től, amikor bevezetésre került, egészen 17. január 1-ig egy szigorúbb szabályozás volt. 17. január 1-től lett kitolva ez a 12 hónap és 10 hónapra, ezt megelőzően 6 hónap volt csak egyébként. Most jelen pillanatban nem tudok arról, hogy lenne ilyen kezdeményezés, de folyamatosan vizsgáljuk ennek a lehetőségét, és ha igen, akkor arról is be fogunk. Mert olyanra gondoltam, hogy mondjuk nem csak 5 évig van elítélve, hanem 7-8 év. Igen, igen, igen. Hogy... Folyamatosan vizsgáljuk igen, éppen igen. Azért, hogy megfeleljünk a mindenféle jogalkotói célkitűzésnek is. Meg hát aki mondjuk tényleg alkalmas rá, megérdemli, és így van, aki alkalmas rá, akkor éljen ezzel a lehetőséggel. Jó, hát köszönöm szépen, és hát bízom benne, hogy itt a kedves nézőknek is azért erről az érdekes dologról, mert hát többségünk nyilvánvalóan nem foglalkozik, vagy nem nagyon találkozunk így ilyennel, de azért ilyen ismereteket is szerintem nem árt tudni, és hát legközelebb is majd, ha a kérdés felmerül, akkor mindenképpen fogunk még erről beszélni. Köszönöm jó, szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Zoltánnak, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet. Ha valamilyen észrevételű kérdésük van, akkor a biztonság6os@gmail.com címen tudnak írni nekünk. Várom önöket a legközelebb is. Viszontlátásra.